ez a mi szent almafánk, amit valaha ősanyánk ültetett. A paradicsomban egy ugyanilyen fáról szedett le a férfi egy almát, és azzal vitte bűnbe a nőt. Ezért veszítettük el a paradicsomot örökre. Eléggé különleges szaguk van. Izzadnak. Nők tudják azt, hogy soha nem az ő hibájuk. Azt hiszem, nem sok vitázni való van ezen az ügyön. Hiszen már anyáink kitűzték a célt, és megmutatták nekünk az odavezető utat, amelyen most is boldogan lépkedünk előre. Nem hagyhatjuk, hogy még egyszer olyan helyzetbe kerüljünk, ahol a nő nem egyéb, mint kiszolgáltatott áldozata az őrjöngő és vérszomjas hímek kényének, kedvének. Vannak külön módszerek, hogy hogyan lehetne azt elérni, hogy ebben az országban a két nemnek az esélynek az egyenlősége az megvalósuljon. De kérjük a kongresszust, hogy likvidálásuk előtt bocsássa őket rendelkezésünkre, mivel a Genetics intézetben jelenleg folyó érdekes orvosbiológiai kísérletekben hasznukat tudnánk venni. A Fidesznek és a KDNP-nek semmi más dolga nincsen, mint az, hogy végre elkezdjünk a két nem egyenlőségének a hiányáról beszélni ebben az országban, ugyanis, mint ahogy megbeszéltük, az erőszaknak a természetrajzában ez egy borzasztó erős vonás. Az, hogy a tulajdonom vagy, az a szemlélet, az, hogy hierarchia van köztünk, és azt teszek veled, amit akarok. Ezt az eszközt arra használták, hogy megvágják fel a nőket! Így módon kínozták a hímek asszonyaikat. A hímek a te ellenségeid! A hímek a te ellenségeid! Azt gondolom, hogy nem az a legnagyobb problémánk, hogy százával állnak bent a bíróságokon a jól dokumentálható szexuális erőszak esetek, és a bírók már alig várják, hogy 8 helyett 10 évet adhassanak az elkövetőknek. És hogy ez a tárgy mire szolgált? Azt bizonyára el se kell magyaráznom. Sose felejtsétek el, amit most itt láttok. Ezek után, húgaim, nyilván megértitek már, miért nem bírták tovább dédanyáink, és miért kellett megalapítaniuk a nőszövetséget. Életed, ha bármi bántja, számíthatsz a nőtanácsra! Számíthatsz a nőtanácsra! Csúnya, gonosz gendernácik lincselik a szegény, szerencsétlen, elnyomott fogdosókat, taperolókat, faszvillantókat és erőszakolókat. Kérdem én, mit találtak fel a hímek? Kezdjük a legelején. Egy bizonyos hímnemű, akit Káinnak hívtak, feltalálta a bűnt, és meggyilkolta a nővérét, Ábelt. Egy másik elvetemült feltalálta a prostitúciót. Aztán volt, aki a rabszolgaságot, a gyávaságot, volt, aki a lustaságot találta fel. Minden erőszak alapvetően erről szól, a háború is erről szól, azt teszek veled, amit akarok, erről szól a szexuális zaklatás, és az ennél durvább formák a bántalmazás és a szexuális erőszak. Röviden szólva, az összes rosszat, ami ezen a világon valaha is létezett, nektek köszönhetjük. Elkezdve a vallási háborúktól egészen a petefészek gyulladásig. Ez a kultúránkkal együtt jár, a férfi domináns kultúrával, amiben élünk, ami ugye azt a helyzetet állítja elő, hogy a férfiak, akik többnyire mondjuk egy tanár egy diákhoz képest, vagy egy polgármester a beosztottjához képest, vagy egy politikus az asszisztenséhez képest, hát hatalmi helyzetben van, egy egyenlőtlen helyzetben van, azt gondolja, hogy bármit megtehet vele. Most szilárdan és eltökélten állunk ennek a felismerésnek a talaján, és ez tesz minket képessé arra, hogy megakadályozzuk a férfiak által terjesztett pestis elharapódzását. Mellyel szemben immár tökéletesen immunisak vagyunk. Bravo, bravo, bravo! Ha a hímneműeknek nincs több mondani valójuk, ki lehet őket vezetni, nővérek?